Fotósné Ceglédi Zsuzsannát, Tiszadás polgármesterét a jövőbeli tervekről, a haladás irányáról, a fejlesztések, beruházások menetéről, valamint a nyár folyamán megvalósítandó eseményekről, rendezvényekről kérdeztük. Üdvözlöm Fotósné Ceglédi Zsuzsát, Tiszadás polgármesterét. Milyen jelenleg is zajló beruházások vannak a településen, és melyek a jövőbeli elképzelések? Üdvözlöm a televízió nézőit, jó napot kívánok! Önkormányzatunk folyamatosan arra törekszik, hogy a itt élő lakosság, az ide látogató turisták megelégedve jöjjenek és éljenek itt, tehát hogy javítsuk a lakosság életminőségét, és mindig fontos feladatunk a pályázatok figyelése. Elmondhatom, hogy a következő előttünk lévő következő időszakban is, és az elmúlt időszakban is nagyon sok nyertes pályázatunk van, és a következő időszakban is arra törekszünk, hogy minél több lehetőséget tudjunk kihasználni. A jelenleg futó beruházásaink, pályázataink nagy részét a Magyar Falu programnak köszönhetjük. Ilyen pályázatokból tudjuk majd megvalósítani, tudunk majd járdát felújítani, a Kossuth utca, Arany János utca járda szakaszát fel tudjuk újítani, tudunk majd utat zúzott kővel, útalappal ellátni, vásároltunk egy elhagyott ingatlan pályázat címén tudtunk vásárolni egy régi típusú tornácos házat, amiben azt szeretnénk, hogy faluházat, helytörténeti kiállítást, egy kis falu múzeumot szeretnénk majd kialakítani. Tudtunk pályázni, és sikeresen nyertünk is közterületi eszközfejlesztésre, így a gépparkunkat bővítettük kis fűnyíró traktorral, fűnyírókkal, ágvágóval, tehát olyan eszközöket tudtunk vásárolni, ami a mindennapi munkánkat fogja majd segíteni. Szintén pályázaton fogjuk majd a polgármesteri hivatal belső felújítását elvégezni, ott ugye a belső felületeknek a festése, új járólapok kerülnek elhelyezésre, úgyhogy ott is egy megújult, modern környezetbe tudjuk majd a lakosokat kiszolgálni, a lakosság ügyfeleket, ügyeit intézni. Másik nagy beruházásunk a óvoda felújítása mellett a ravatalozó épületének a felújítása, hiszen az is egy nagyon régi épület, tetőszerkezete régi pala, ami ugye már eltöredezett, beázik az épület, ebből kifolyólag nagyon sok probléma van, belső beázások, falleválás, és akkor teljes felújítást, külső-belső felújítást fog kapni a ravatalozónak az épülete. Szintén Magyar Falus pályázata a könyvtárnak a belső felújítása, festés, nyillázárók festése, falburkolat festése, úgyhogy én nagyon örülök neki, nagyon örülök annak, hogy hozzám hasonló kis települések vezetőivel együtt, hogy tényleg ez a 100%-os támogatottságú Magyar Falus program nagyon sok fejlődést hoz a településekre.